És az elejénkor látták az első sikereimet, mikor látták, hogy én azért nagyon keményen dolgozom minden nap, mellettem álltak és támogattak benne. Egység, segítség, támasz, többek között ezt jelenti a család, erről is beszéltek a fiatal vasmegyei tehetségek abban a kisfilmben, amely a második alkalommal meghirdetett családbarát munkahely pályázat ünnepélyes díjkiosztóját indította. Majd Kis Márton zongoraművész játékát és Horváth Edéné óvónő szeretetről, emberségről szóló meséjét hallhatták a résztvevők. A Vasmegyei Közgyűlés ez évi utolsó ülésén döntött arról, kinek ítéli oda második alkalommal a családbarát munkahely és családbarát munkahelyi vezető díjakat. Tesszük ezt azért, hogy ezt a gondolatot népszerűsítsük és bizonyítsuk, hogy mennyire fontosnak tartjuk. Vasmegye családbarát munkahelyi díjat idén is két kategóriában adtak ki. A 100 főnél kevesebb foglalkoztatotti létszámmal rendelkezők közül a Ritmó gépjárművezető képző intézet nyerte el a címet. A családbarát jelleget azt a mindennapokban megjelenő munkáltatói hozzáállással vívta ki. Legeslegjobb példaként tudom említeni saját példámat. Részmunkaidőben kisgyermekes anyukaként kerültem a céghez. A Szombathelyi Erdészeti ZRT a 100 fő felettiek kategóriájában nyert, az állami vállalat közel 400 embernek ad munkát a megyében. Támogatjuk a családokat béren kívüli juttatásokkal is. Van egy szántódi balatoni üdülőnk, ahová elmehetnek kedvezményesen nyaralni. Ráadásul nagymamával, nagypapával, rokonokkal, nagybácsival, mindenkivel. Ezen kívül lakásépítési, autóvásárlási hiteleket adunk. Természetesen a társaságunk teherbíró képességének megfelelő mértékben. A nagy foglalkoztatók közül tavaly elsőként nyerte el a megye családbarát munkahelye címet a MAM Hungária Kft. Most a vállalatot 1997-től irányító Kis Katalint választották Vas megye családbarát munkahelyi vezetőjévé. Én így élem az életemet, hogy azokat az értékeket, amiket én képviselek, ember szeretet, példamutatás, szolgálat, ezt én a munkahelyemen is és a családom körében is képviselem. A díj alapító minden pályázónak köszönetet mondott a családbarát törekvésekért.